tankokkal és tüzérségi támogatással folytatódik a mariupoli Azovsztál acélmű ostroma. Mivel a civileket sikerült kimenekíteni a területről, ukrán katonai vezetők arra számítanak, hogy az orosz erők végleges támadást indítanak az erőmű ellen, ahol még tartják magukat a déli város utolsó védői. Miközben Oroszország a győzelem napját ünnepelte, Kelet-Ukrajnában folytatódtak a heves harcok. A Donbaszi régióban 200 tüzérségi, illetve rakétatámadás volt. Ezzel együtt az orosz előrenyomulást kilométerekben egy számjegyű előrehaladásnak minősítette egy magasrangú amerikai védelmi tisztviselő. Vlagyimir Putyin találkozott a Kelet-Ukrajnában elesett Spartak zászlóalj parancsnokának apjával, Artyom Zogával, és megerősítette, hogy a terveiket végre fogják hajtani. Nem volt más választásunk, orosz fiaink bátran, hősiesen és profin harcolnak. Minden a terv szerint halad, és el fogjuk érni az eredményeinket, efelől nincsen semmi kétség, mondta az orosz elnök. Joe Biden amerikai elnök szerint Putyin számára nincs kiút ebből a háborúból, és tévesen hitte azt az orosz elnök, hogy a háború szét fogja szakítani a NATO-t és az Európai Uniót. Kijevi tisztviselők megerősítették, hogy Ukrajna benyújtotta uniós tagsági kérelmének második részét Brüsszelbe. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az EU végrehajtó testülete júniusban közzéteszi első véleményét Ukrajna tagsági kérelméről.